Üdvözlöm Önöket, Urbán Viktor vagyok, a Digitális Jólét Program munkatársa. A digitális témahét keretében ebben az előadásban a digitális pénzügyekkel szeretnék foglalkozni, áttekinteni, hogy mik azok az aktuális trendek és szolgáltatások, amik a legtöbb diákot és fiatalt érintik. Előadásom címe Digitális pénz a diák zsebekben. Természetesen ez direkt egy ilyen képzavar, tehát a digitális pénzek, a digitális fizetőeszközök csak részben kerülhetnek a diák zsebekbe, hiszen ezek virtuálisan léteznek, viszont a digitális eszközök, amik ezeket hurcolják, hordozzák, bizony ott vannak akár a tanórák alatt is a diákok zsebében, és bizony akár a tanórák alatt is számos pénzügyi műveletet végezhetnek el a diákok, miközben mi nem is gondolnánk az adott óra megtartása során, hogy ez történik a háttérben. Először is azt szeretném körben megvizsgálni, hogy mik azok a legfontosabb eszközök, amikről ma érdemes ebben a témakörben beszélni. Első helyen a Revolut kártyát említem, anélkül, hogy ez egy reklám lenne ez iránt, a nemzetközi cég iránt. Úgy gondolom, hogy a legtöbben ezekkel a virtuális fizetőeszközöket tároló előfizetéses kártyákról a Revolut által ismerkedtek meg. A Revolut volt az első nagy sikert Magyarországon is elérő nemzetközi kártyakibocsátó, aki egy fintech, kifejezetten fintechnek nevezhető termékkel betört a magyar piacra. Ugye itt néhány nagyon fontos jellemzőt ezzel a Revoluttal kapcsolatban érdemes tisztázni. A Revolut nem bank, illetve van pénzügyi szolgáltatáshoz vonatkozó liszensze, nemzetközi liszensze, amit például Litvániában az ottani Nemzeti Bank felügyelete alatt megszerzett, de ez nem jelenti azt, hogy fiókokkal és ügyfélszolgálattal olyan módon rendelkezne, mint akár egy magyar bank. Tehát nem szabad összekeverni attól, hogy egy bankkártyát bocsát ki egy szervezet, ettől még nem biztos, hogy bank az illető, és nem biztos, hogy ugyanazok a felügyeleti körök vonatkoznak rá. A Revolut kártya több olyan funkcióval és kampánnyal érte el a sikerét, ami Magyarországon is felkeltette iránta az érdeklődést. Az egyik az, hogy néhány kattintással, lényegében egy postacím megadásával bárki kaphat Revolut kártyát, néhány nap alatt meg is érkezik postán, különösebb ragozás nélkül, nem kell szerződést kötni, minden automatikusan megtörténik az applikáció letöltésekor. Hát érdemes ebbe is belegondolni, hogy ma már vannak olyan pénzügyi szolgáltatások, amikre nem több száz kinyomtatott oldal egyenkénti szignálásával szerződünk, hanem akár egy applikáció letöltésekor az elején vakon elfogadott, kipipált szerződéses feltételek alapján. A Revolut kártya egy prepaid kártya. Ugye ez egy angol kifejezés, mit értünk alatt a magyar nyelven. Azt jelenti, hogy a Revolut kártya mögött nincs bankszámla, nem arról van szó, hogy egy pénzszámla tartalmaz egy bizonyos összeget, és a kártya ezt jeleníti meg, és a kártya segítségével ebből a keretből, ebből a számlapénzből költhetünk. Ez azt jelenti, hogy a Revoluton mindig ugye annyi pénz van, amennyit töltünk rá. Ez a rátöltés, ami egy kicsit hasonlít a prepaid-es telefonok SIM-kártyák régi világához, feltöltős SIM-kártyák világához, azt jelenti, hogy lényegében nem a pénzünket tartjuk egy Revolut számlán, hanem megvásárolunk egy bizonyos kreditet, egy bizonyos egyenleget a Revoluttól, amit ő ilyenkor jóváír a személyes Revolut kártyánkon, és ő egyébként a saját Revolutos bankszámláin tartja a világ különböző tájain ezeket az összegeket. Ez elektronikus pénz. Mit jelent ez pontosan? Az elektronikus pénz ez nem egyenlő a normál értelembe vett forinttal. Az elektronikus pénz egy olyan törvényi kivétel, amit a jogszabályalkotó azért hozott létre, hogy azok a szervezetek is képesek legyenek ilyen pénzforgalmi szolgáltatást nyújtani, akik nem felelnek meg egy bank, egy hitelintézettel szemben előírt követelményeknek. Az elektronikus pénzre Magyarországon mindig a Baryont hozom példaként. Lényegében jelenleg, ahogy néztem, a Baryon és a Sberbank rendelkezik ilyen hazai liszenszel. Ez azt jelenti, hogy őnáluk ezeken a
kártyákon lényegében elektronikus pénzt tartunk, amit a kibocsátótól megvásárolunk. Ugye a Barionnak is egy hasonló szolgáltatása van, bár ez kártya nem tartozik jelenleg, de ez is egy olyan online és telefonon futó applikációban levő egyenleg, amiért például vásárolhatunk autópálya matricát. A Revolut applikációja is nagyon népszerű a fiatalok körében. Ebben olyan funkciók vannak, amik messze túlmutatnak azon, hogy a boltban egy érintéses kártyával, anélkül, hogy bedugnánk a terminálba, kifizetjük a vásárlást. Itt olyan funkciókat találunk, amik akár rendszeres átutalásokat megvalósíthatnak, akár egy bizonyos költséget feloszthatunk egymás közt, ha például együtt pizzázunk, akár takarékoskodási célokat fogalmazhatunk meg. Tehát a Revolut ezekkel igyekezett megszólítani a fiatal generációkat, és ilyen szolgáltatásokkal beterelni ebbe a fintech világba. Második helyen az okostelefont említem, természetesen ez szorosan összefügg itt a Revolut applikációval is, de hát a diákok zsebében ott az okostelefon, és a okostelefonban számtalan és egyre több funkció szól a pénzügyekről, szól a pénzköltésről, hogy ezt így is kimondjuk, ilyen erősebb szóval is. Erre többféle neveket alkotunk manapság, ugye okostelefon analógiára jár ez okosbank, neobank, többféle néven találkozhatunk vele. Ez azt jelenti, hogy a hagyományos bankoktól, amiket évtizedek alatt kialakítottunk egy bankról, hogy hogyan működnek, mik az elvárások, mik a szigorú dolgok, hogy milyen szolgáltatásokat kaphatunk, ettől ezek már gyakran elszakadnak, és például olyan mikrohiteleket nyújtanak, olyan a felhasználók közt egymásnak nyújtott hiteleket is biztosíthatnak, amiket korábban a banki világban nem láthattunk, és valószínűleg a hagyományos értelemben nem is fogunk már. Mit éreztem itt a diákok számára kifejezetten vonzó funkcióknak? Ugye itt azonnal visszajelzést kapok mindenről. Még nem is olyan régen, néhány éve, hogyha utaltunk valakinek valamilyen pénzt, ment napokig a kattogás, hogy megjött az SMS, mikor jön meg a pénz, holnap jön meg, hány nap még, stb. Még az SMS sem azonnal jött, hogyha az pénz a számlára került, akár volt, aki mondjuk ATM automatán ellenőrizgette, hogy ott van-e már a számlán a pénz. Na most ez már mind a múlté. Ugye ezekben az okos bankokban, az okos funkcióknak köszönhetően egy felugró üzenetben, már nem SMS-ben, hanem egy úgynevezett ilyen azonnali real-time üzenetben értesülünk arról, hogy az applikációban valami változás történt, például utalást kaptunk, vagy kiment egy utalás, egy vásárlás. Ezek a visszajelzések azt üzenik a felhasználó számára, hogy ő fontos, ő neki azonnal értesülnie kell ezekről a történésekről, azonnal léphet ezzel kapcsolatban, írhat egy üzenetet, hogy megjött a pénz, köszi, stb. Tehát egy sokkal az életbe integráltabb pénzügyeket valósít meg. Ez különösen érdekes olyan kis mikrotranszakciókban, amikor néhány száz forintról, néhány ezer forintról van szó, kölcsönadva egymásnak, közös vásárlásnál, vagy közös fogyasztásnál ezeket egymásnak kifizetve. Nem szeretnék most a mai előadásban nagyon részletesen belemenni, de kriptovaluta is vásárolható például a Revolut kártyával és ehhez hasonló alkalmazásokban. Ennek az egyik legismertebb formája a Bitcoin, de ma már 6000 körül van azoknak a kriptovalutáknak a száma, amik a Bitcoinhoz hasonlóan virtuális fizetőeszközként léteznek, és a fiatalok számára ezek is érdekesek, vonzóak. És végül az elpénztárca is egy megjelenési formája ezeknek a digitális pénzügyeknek, és nagyon szorosan összefügg. Ugye a Revolutnak az alkalmazása is valahol egy elpénztárca, ezek mind okostelefonon futnak, de futhatnak számítógép felületén is, interneten is elérhetőek. Itt szeretném hozzátenni, hogy természetesen minden, tehát amit a mobilon intézünk, amit az interneten, amit a számítógépen intézünk, ezek mind internetes bankolás, e-bankolás, tehát mindegy, hogy milyen eszköz, ez akkor is egy e-bankolási funkcióként valósul meg. Az e-pénztárcának az érdekessége, itt például a Barion alkalmazásra utalnék vissza, hogy itt azon túl, hogy különböző valutákat is tarthatunk, forintot, dollárt, eurót, akármit,
követhetjük a költéseinket. Ez alatt értem azt is, hogyha például a gyorsétteremben vásárolok, akkor rögtön megkapom konkrétan a gyorsétterem nevét, mit vásároltam gyakran azt is. Tehát az információ tartalom is bővebb, nem csak annyi, hogy 100 forintot költöttem, ki tudja mire. Sokkal részletesebb, ennek megfelelően a költéseim típusait sokkal jobban ki tudják ezek a pénztárcák mutatni, visszamenőleg havonta meg lehet nézni, hogy mi történt. Ezek erősítik a tudatosságot, tehát amikor itt beszélünk, ezek a pénzügyi tudatosságra kedvezően hatnak, én úgy gondolom. És ezek az elpénztárcák egyre inkább integrálódnak más szolgáltatásokkal, tehát kerülhetnek bele különböző hírolvasó funkciók, vagy közvetlen vásárlási funkciók. Tehát az a jövő, hogy a bankolás, a pénzügyek intézése az összefonódik magával a vásárlással, a költéssel. Folytatva ezt a vonalat, és egy fokkal mélyebbre mennék, mik azok a funkciók, internetes közegek, ahol a diákok pénzt költenek, és mik azok a szolgáltatások, amik a legnépszerűbbek a diákok körében. A donation fogalmával szeretném kezdeni. Ez nagyon sok online felületen előfordulhat. A donation gyakorlatilag ugye magyarul azt jelenti, hogy felajánlás, juttatás, aminek nem feltétlenül van egyébként ellentételezése, tehát nem egy vásárlás, nem egy adásvétel, hanem én azért adom a másiknak, mert például elismerésül szánom. És már itt helyben is vagyunk ezzel a kifejezéssel. Ugye, aki manapság influencerkedésbe kezd, vagyis interneten, YouTube-on, Twitch-en, bármilyen felületen online videókat tesz közzé, az vágyik az elismerésre. Ezt többféleképpen megkaphatja lájkok által, hozzászólások által, megosztások száma által, követők száma által. Ömlik vissza a visszajelzés és az elismerés egy ilyen felhasználó felé, ami a mai fiataloknak, diákoknak nagyon fontos. És például a donation, a donate is egy ilyen elismerés, aminél kisebb összegekre kell gondolni, tehát mondjuk egy 1000 forintos felajánlás azért az már egész jónak és soknak számít, de a sok kicsi sokra megy, tehát egy videó alatt, ami akár több óra is lehet, azért jó pár ilyen felajánlás történhet egy videós életében. És hát ez az egyik izgalom, ez az egyik érték, amit az influencerek kapnak ezeken az élő live videók során. Azt kell, hogy mondjam, hogy lényegében mindegy, hogy mi hangzik el. Tehát, hogy ez egy sminkelős videó, vagy újságot lapozgat, vagy dobozt bont ki, megmutatja, hogy mi van a táskájában, teljesen mindegy. Úgy is lesz követő, úgy is lesz, aki ezt megnézi, és úgy is lesz, aki erre felajánl egy kis jutalmat a készítőnek. A cheer, szintén ugye angol kifejezés, ez ugyanez, csak kifejezetten a Twitch nevű csatornán történik. A Twitch az gyakorlatilag az online videójátékokra, gamingre koncentráló felület. Természetesen itt is vannak más típusú videók, de alapvetően a játékosok, a gamerek használják a Twitch-et. Ez is elérhető mobiltelefonon, számítógépen, akár természetesen, vagy sajnos az óra alatt is nézhető, és hát ha az itt juttatott elismerések, úgynevezett csírek, a képesség vagy a tartalom szempontjából ugyanazt jelentik, de érdemes ezeket ismerni abból a szempontból, hogy milyen szavakat használnak a diákok, és milyen dolgok izgatják őket. Ugye ezek mind jutalmak, ezt már említettem, de nem csak a videó készítője, az influencer kapja ezeket a jutalmakat, hanem a néző is kap jutalmat. Ugye, hogyha adakozok akár rendszeresen egy ilyen videósnak, akkor jutalmakat, kitüntetéseket fogok tőle kapni, amihez több-kevesebb előny kapcsolódik. Ez lehet az is, hogy előbb megnézhetem a videóit, lehet az is, hogy valamilyen kis ábrát kapok, egy szép logót a nevem mellé, amivel büszkélkedhetek, hogy nekem ilyen van, hiszen ez azonnal kifejezi rólam, hogy én adtam neki pénzt, lám-lám, én már nem vagyok egy közönséges felhasználó, én már ennél egy fokkal feljebb léptem a ranglétrán. Ezek virtuális kincsek, virtuális rangok, virtuális előnyök. Igazából olyan nagyon sokat a való életben nem érnek, viszont folyamatos visszajelzést és folyamatos megerősítést nyújtanak, amiért gyakran a diákok igen, a zsebükben nyúlnak és fizetnek,
és ez a jelenlegi trendnek az egyik fő jellemzője, hogy az elismerés az megvásárolható, és az az érzés, az a tudat, hogy egyedi vagyok, fontos vagyok az egész internet világában, az pénzben kifejezhető, és kisebb-nagyobb mikroköltésekkel fenntartható folyamatosan. Természetesen a diákok egyéb dolgokat is vásárolhatnak online, gondolok itt akár játékokra, videójátékokra, termékekre, ezekre ők ugyanúgy nyitottak, és később a pénzkeresővé válásukba elkíséri őket, hogy jellemzően inkább online webshopokban, webáruházakban vásárolnak. Hát most a pandémia ezt kifejezetten föl is erősítette. Egy kicsit visszaugorva a technológiai kérdésekre, ugye arról beszéltem már, hogy a Revolut az egyik legnépszerűbb kártyatípus, de mégis tisztázzunk néhány fogalmat, és ez szerintem olyan alapozó, amit jó, hogyha a diákok is megismernek, és jó, hogyha a diákok esetleg a tanároktól is hallanak ezekről a kártyatípusokról, hogy jól el tudják határolni azt, hogy melyiknél miről beszélünk pénzügyi funkció szempontjából. A legrégebben ismert és legbevettebb forma a betéti kártya, általában ezt nevezzük bankkártyának. Emögött van egy bankszámla, aminek van egy bankszámla egyenlege, és a kártyával ezt költjük. Ezen nincs is mit pluszban magyarázni, tényleg ez a legalapvetőbb. Ebben a betéti kártya típusban a legújabb innováció volt az érintésmentes fizetés. Ez is azért már jó pár éve velünk van, de most a pandémia kapcsán nagyon népszerű, hogy ne kelljen nyomkodnunk a terminált, hanem csak hozzáérintsük, és ezzel teljesül a kifizetés. Következő kategória hitelkártya, amivel már kevésbé találkoznak a diákok, hiszen itt hitelszerződést kell kötni, aminek van egy hitelbírálati folyamata. Ez inkább a szülőknek lehet egy óvaintő dolog, hogy hitelkártyánál, ha esetleg a gyermekünk ezt használja, vagy átadjuk neki, akkor azzal kell számolni, hogy itt egy hitelszerződés is ketyeg a háttérben, tehát szigorúbbak azért a feltételek arra, hogy mikor kell visszafizetni a költést, túllépjük-e a keretünket. Gyakorlatilag egy hitelt költhetünk, és annak a keretét még valakinek meg kell keresnie, és fel kell töltenie ahhoz, hogy ez nullán álljon. A prepaid kártyákról beszéltem, itt most újra nem ismétlem ezt meg. Itt a legfontosabb az, hogy emögött nincs bankszámla, és nem csak hitelintézet nyújthatja, tehát a fiatalokat nagyon sok prepaid kártya kibocsátó megszólítja. Említeném például a Playit kártyát, ami a Playit nevű korábban rendezvényként működő gamer találkozóhoz kapcsolódott, de ezen kívül is van még jó pár, ami néhány kattintással postán pár nap alatt megérkezik, és onnantól kezdve használható. És még említeném a kedvezménykártyát, ami gyakorlatilag pontok gyűjtésére alkalmas, ezt a különböző áruházak előszeretettel bocsátják ki, kedvezményeket tudunk érte igénybe venni. Igen, a prepaid kártyát megbeszéltük. A virtuális kártyáról még egy szót szólnék. Mit gondoljunk, amikor ezt halljuk, hogy kártya virtuális? Ugye ez azt jelenti, hogy az, hogy egy plastik kártya van a kezünkben, az a kártya az tartalmaz egy chipet sok esetben, de a chip az nem egy memória, a chip az csak annyit végez, hogy egyértelműen azonosítja, hogy ki ez a kártya, mi ez a kártya, van egy ID-ja, van egy azonosító száma. Ha virtuális a kártya, akkor természetesen nem kapunk ilyen műanyag lapot, plastik kártyát, ekkor csak egy azonosítót kapunk hozzá, de látnunk kell, hogy ez az azonosító pont ugyanannyira alkalmas arra, hogy fizessünk vele, mint a plastik kártya, csak természetesen nem érintéses fizetést fogunk vele megvalósítani, hanem online elektronikus vásárlás során tudjuk hasznosítani. Elektronikus vásárlásnál nincs arra szükség, hogy kezünkben legyen a plastik kártya, hiszen ezeket az adatokat, amit leolvashatunk róla, ezt egyébként a virtuális kártyánál rendelkezésünkre áll, feljegyeztük, és ugyanúgy föl tudjuk használni. Az egyenleget pedig a bank tartja nyilván, természetesen pénz nem a kártyán van magán, hanem a mögöttes nyilvántartásban érhető el a bankszámára az, hogy a virtuális kártyán mekkora összeg, mekkora tétel található,
és meddig terhelhető ez a kártya. Az elektronikus pénzről is szeretnék még néhány részletet elmondani. Ugye azt említettem, hogy Magyarországon a Baryon ennek a legjellemzőbb kibocsátója. Az elektronikus pénz elég komoly védelmet élvez jogi értelemben, tehát majdnem a bankival hasonló szigorú nemzeti banki felügyelet mellett működik. Ugyanígy egy engedélyezési folyamaton megy át a szolgáltató Magyarországon, és ez nagyon fontos, mintha a bank lenne, vagy egyéb szolgáltató lenne. És itt kapcsolódhat hozzá műanyagkártya, illetve virtuális kártya is, akár mind a kettő. És itt nem egy egyenlegünk van, nem egy bankszámlánk van, hanem egy elektronikus pénzt vásárolunk meg, amit úgy kell elképzelni, mintha én egy kemény forinttal megvásárolnék egy nem kemény, hanem elektronikus forintot, és kicseréljük egymás közt, és a Baryon ezt a számlánkon jóvá írja. Ugye a Baryont például autópálya matrica vásárláskor használhatjuk, feltöltjük az egyenleget, és akkor meg tudjuk vásárolni azonnal a kártyát, illetve a parkolásnál is népszerűek az elektronikus pénzes fizetések. Ez talán a ifjúság körében kevésbé népszerű, hiszen ők nem annyira parkolnak, nem annyira vásárolnak autópálya matricát, de ahogy belekerülnek ugye ebbe az életkorba, akkor e felé a szolgáltatások felé is nyitni fognak, és várható, hogy ilyen típusú fejlesztések kerülnek be egyre több banki applikációba, hogy ilyen termékeket, ilyen funkciókat azonnal elérhessünk rögtön a banki felületen. Ennek keretében említeném még itt akár a sárga csekk befizetést. Erről nem készítettem külön diát, de ugye egy sárga csekket is már ne úgy fizessünk be, hogy sorba állunk a postán másfél órát, és akkor ott szépen készpénzbe leszámoljuk a pénzt, hanem úgy fizessük be, hogy akár leolvassuk a sárga csekken található QR kódot, amit megtehetünk a bank, legtöbb bank saját mobiltelefonos felületén. Ha ezt beolvastuk ezzel a QR kóddal, bekerül az számlának, a sárga csekknek az összes adata, és egy gyakorlatilag egy átutalás történik, tehát ugyanúgy fogjuk kifizetni, mint hogyha banki átutalást végeznénk, de ez természetesen bepötyöghető is, tehát a sárga csekkel levő számlaszám ugyanúgy bepötyöghető egy banki átutaláson, csak ez sokkal kényelmetlenebb, ezért ajánlanám inkább a QR kódos leolvasásos módot. Van egy külön témakör, hogy fiataljaink, tanulóink keresnek-e pénzt az interneten, és ha igen, akkor ez mennyire valós álom, hogy majd ők influencerként ebből megélnek, és hát nem is kell semmi tovább tanulásban gondolkodni. Ha találkozunk ezzel a vágyal, meg ezzel a felvetéssel, akkor néhány témakört bemutatnék, hogy mire gondolhat a diák, hogy ő miből fog majd pénzt keresni. Ugye, ha fiúkról van szó, akkor az első, ami eszükbe jut, talán a gaming videók. Tehát ha amúgy is játszom otthon délután x órát, akkor már miért ne keresnék ezzel pénzt. Eleinte e-sportra gondoltunk, és majd erről külön beszélek, hogy ő majd szépen föledzi magát olyan profi szintre a játékban, hogy ő már e-sportoló lesz, de ma már ez nem is szükséges. Ma már az a helyzet, hogy töménytelen mennyiségben található az interneten olyan tartalom, ahol valaki játszik, és ezt akár százan, ezren, tízezren követik, és kommentálják természetesen, és hát küldik a játékosnak a különböző felajánlásokat, 300 forintot, 500 forintot, 1000 forintot, ki hogy. Ebből azért szép zseppénz összegyűlhet naponta, és semmilyen erőfeszítést nem kell tenni, maximum annyit, hogy kommentálni kell a játékot, és nem árt, hogyha az illetőnek némi egyedi stílusa van ehhez, hiszen azért ez valahol mégiscsak egy szórakoztató termék, tehát azért törekednie kell az adott videósnak arra, hogy ez mások számára élményszerű legyen. Ha nem játszik az illető, akkor is ott van a TikTok és a YouTube videós világa. Lényegtelen a tartalom, kit mi érdekel, ki miben érzi jól magát, arról fog előadást tartani, akár a napjáról, akár arról, hogy milyen sminkeket vásárol, mindegyiknek meg lesz a közönsége, és itt is ugyanígy a felajánlások menni fognak alatta.
Ebbe beletartoznak a véleménymondások, ahol sajnos egy veszélyre fel kell, hogy hívjam a pedagógusok figyelmét, ez pedig az, hogy itt hajlamosak a fiatalok egymást támadni, olyan videókat készíteni, ami egymás lejáratására, egymásról lejárató hírek terjesztésére irányul, és sajnos ez egy nagyon rossz gyakorlat, hiszen erre jönni fog a bosszú videó, meg jönni fog a visszavágás. Ezeket is nagyon sokan követik, ezek gyakorlatilag online bántalmazási formák, ez ellen érdemes fellépni és érzékenyíteni a tanulókat, hogy ezeket ne csinálják. Az e-sport kategóriájára utaltam, ugye itt már arról van szó, hogy az adott fiatal eldöntötte, hogy ő egy bizonyos videójátékban annyira jó, és annyira érdekli, hogy ő akkor ezt edzésszerűen fejleszti magában, és hogy itt hol van a pénzkereseti lehetőség, egyrészt a díjazás, tehát nagyon magas díjazású nemzetközi versenyek futnak minden e-sportban, és ott a szponzoráció lehetősége is, hogy ő akár fölvesz egy pólót, egy logót kitesz, vagy valamilyen terméket használ, és hosszú távon ezzel is pénzhez juthat. Természetesen, amiket most elmondtam, mindegyik ugyanúgy feltételezi a kitartást, feltételezi a gyakorlatszerzést, és feltételezi a tapasztalatgyűjtést, mert annak ellenére, hogy sokan úgy gondolják, hogy bekapcsolják a kamerát, és ez egyből mindent megoldott, minden ilyen, még a legjelentéktelenebb tartalom mögött is ott van az a kísérletezés, amit a készítője előtte megtesz annak érdekében, hogy kicsit fejlessze magát, és kicsit fejlessze a videós tartalmait annak érdekében, hogy nézői legyenek, hiszen itt már arról beszélünk, hogy 10 000-ével készülnek ezek a videók, minden napunk ugyanolyan 24 órából áll, tehát ahhoz, hogy megtekintsük az összes adott napon készült videót, ez szinte lehetetlen. Egyébként a TikTok pont ezért korlátozza, hát én most nem is tudom hány percben maximum a videók hosszát, hogy minél többet fogyaszthasson a felhasználó, aminek természetesen elég káros a hosszú távú hatása a figyelemre, hogy minden videó csak 1-2 perc időtartamú, és már jön is a következő inger. És végül szeretnék a kockázatokról általánosságban beszélni. Ugye itt főleg a pénzügyi dolgok körül forogtunk végig az előadásomban, és azt mondtam, hogy ezek sűrű fillérek, tehát ezek a kis juttatások és költések, hiszen minden juttatás mögött valakinek a költése áll, ezek inkább kisebb összegű, de sűrű költések, mikrotranszakciók. Tehát azért havi szinten jelentős költségé állhat az össze, hogyha a gyermekünk, tanulónk minden nap 1000 forintot elutal egy videósnak, ez már alaphangú 30 000 forint, és ettől még mehetünk nyilván följebb. Ehhez kapcsolódó kérdések, milyen számláról mennek ezek a pénzek, azt a számlát kifelügyeli, hogy került rá a pénz, honnan került rá a pénz, és hogyha elfogy, akkor hogyan pótlódik, tehát számos kérdés tisztázandó. A következő témaköre a kockázatoknak a pszichológiai kockázatok. Itt nagyon-nagyon sok része ezeknek, kifejezetten olyan módszereket alkalmaz manipulációs céllal, ami megzavarja az agyunkat, rászoktat bizonyos funkciókra, rászoktat bizonyos metodikákra, kihasználja az agynak a jutalmazás iránti lényegében teljes kiszolgáltatottságát, a folyamatos jutalmazás főleg serdülőkorban visszaüthet, tehát keresni fogják ezek a generációk azt, hogy az életben mindenhol jutalmazáshoz és elismeréshez jussanak, és ezt nem fogja tudni az élet biztosítani, tehát erről is érdemes esetleg beszélgetni, hogy hogyan tudunk ellenállni ennek a vágynak, hogy állandóan jutalmazás alatt legyünk. A gyermeknek nem lehet saját kártyája a banknál, tehát ugye itt kor szerinti korlátozások vannak, ezért feltételezhetően a szülőjét használja, aki vagy kölcsön adja, vagy nem is tud erről, és jönnek a meglepetés költségek. Tehát itt tisztázandó, hogy a gyermek hogy jut a bankkártyához, miért jutott hozzá, miért tudja a kódot, megadtuk-e neki a kódot. Ezzel kapcsolatban lenne egy tanácsom, érdemes akkor már létrehozni egy társkártyát, illetve létrehozhatóak olyan társ számlaszámok, ahova mindig egy adott összeget tehetünk, és csak annyit, és akkor a diák korlátozva van abban, hogy ebből mennyit tud elkölteni.
és végül egy óriási nagy köre a kockázatoknak, a csalások, az adatlopások. Ez a pénzügyi fiókokat fokozottan fenyegetik. Most a napokban, hogy veszem föl ezt az előadást, éppen a csomagküldős SMS a legnépszerűbb támadás. Én magam is kaptam több ilyen SMS-t, ami arra emlékeztet, hogy kaptam egy csomagot, és nézzem meg az adatait az adott linken, és természetesen, hogyha rákattintok a linkre, akkor felajánlja, hogy feltelepít egy alkalmazást, ami kifejezetten a netbankok, mobilbankok támadására jött létre, tehát akár le is emelhetik a bankszámlánkon található összegeket, hogyha véletlenül feltelepítünk egy ilyen kártékony programot. Nagyon fontos az adatbiztonsággal és kiberbiztonsággal kapcsolatos ismeretterjesztés és érzékenyítés. Itt most a mai előadásban csak tényleg az alapvető dolgokra hívom fel a figyelmet, tehát a jelszavak abszolút védelme. Nehogy véletlenül is ugyanazt a jelszót használjuk egy banki pénzügyi hozzáféréshez, mint amit máshol használunk. Nehogy véletlenül ezt kiírjuk, ne adjuk oda másoknak. Tehát ezek a legalapvetőbb szabályok. Ha lehet, akkor kártyákat ne adjunk kölcsön senkinek, ne is hagyjunk elől, ne hagyjuk kint az asztalon, a diákok ne hagyják a telefonjukat, a kártyáikat, a pénztárcájukat hozzáférhető helyen, mert nem csak az a régi klasszikus lopás létezik, hogy elemelem a pénztárcát az asztalról, elég az is, hogyha adatokat szerzek akár a kártya felületéről, és aztán annak segítségével követek el visszaéléseket. Köszönöm szépen a figyelmüket, óriási nagy a témánk, én valahol egy ilyen gondolatébresztő céllal szerettem volna ezt az előadást összeállítani, de amennyiben esetleg vannak célzott kérdéseik, vagy szeretnének akár egy külön előadást, egy külön érzékenyítő anyagot ezzel kapcsolatban kapni, akkor kérem, hogy keressenek a kivetített e-mail címen. Köszönöm szépen a figyelmet!